Sziasztok srácok! Egy kis kihagyás után ismét Nakos üdvözölt titeket, és a mai napnak az apropója, hogy bemutassam az új gépemet, 2012, 2012-es kisebb konfiguráció. Most abból nagy vízhűtéses csodagépből egy picit visszaléptünk, és ismét léghűtésé a tér, és hát íme, akkor nézzük sorba egy pár dolog, kicsit kisebb ház, de majd meglátjátok, azért érdekességek most is vannak. Tehát nézzük, hol kezdjük. Kezdjük jobb oldalról. Először is Corsair 500R házba fogunk beköltözni. Szépen egy fehér ledes 20-as venti fogja oldalról fújni a levegőt a videókártyákra. Nagyon dicsérik a házat, viszonylag olcsó ház. Majd meglátjuk, mit tud. De több helyen is aranyérmet kapott, különösen az olcsóságát tekintve. Tovább lépve, ez egy érdekesség, ez a PowerColor-nak a PCS Plus speciális kiadású HD 7950-es videokártyája. Ebből lesz kettő Crossfire-be kötve. Egyiket ki is bontottam már, annyira izgultam. Látható, két dolog, ami nagyon érdekes nekem, az egyik, az az, hogy ez a műanyag borítás már nem az a megszokott gagyi fröccsöntött 1 forintos műanyag, hanem egy picit ez a gumírozott felületű, nem igazából új lenyomat mágnesként funkcionáló videókártya, burkolat, sokkal szebb, nagyon igényesnek tűnik. Egyszer ez, a másik, ami érdekesség, az az, hogy a ventik, ezek 9 centis, ilyen viszonylag lapos, állítólag nagyon csöndes és lényegesen nagyobb teljesítményű, mint a gyári hűtő. Mind a venti, mind a hőcsöves hűtés, amit ugye itt alkalmaznak. A cég egyelőre így, amit produkált, ugye ez a PowerColor annyira nem jellemző nálunk odahaza, ami érdekesség, hogy szépen az összes foglalató rajta vannak a burkolatvédők, illetve ilyen védő burkolatok. Ez most már ezt leszettem, de ugye itt is volt egy, a magán a PCI Express foglalaton, két darab 6-os csati, és hogy látjátok, nagyon szépen a hőcsöves rendszer az megy rajta végig. Úgyhogy, na hát ebből kettő lesz egymás mellé rakva, elvileg nagyon csöndesek. Egyébként a 7950-es és a 70-es is gyárilag nagyon hangos, a gyári ventie, terhelés alatt természetesen. Hát a dobozról egy pár szót nézzük meg, ez az ugye a kibontott változat, elvileg 4 monitort kezel egyszerre, ugye 3 giga RAM-mal rendelkeznek, ugye nagyon szép autóval rászerelve, és vagy rárakva, ugye. Aztán, ami talán itt jó pofa, az az, hogy ugye azt írják, hogy sokkal stabilabb a hűtésrendszerét tekintve 15%-kal hűvösebb és 20%-kal csöndesebb, 92 mm-es ultra nagy kettős ventilátor. Hát a többi az ugye az a szokásos marketing szöveg, hogy ezek már PCI Express 3-asok, 28 nanométeres technológia, és ugye a HDMI 1.4 is tulajdonképpen már benne van. Na hát kíváncsi vagyok, hogy mit fognak tudni párban. Ha tovább lépünk jobbról-balra, akkor egy 240 gigás Corsair SSD kerül a gépbe, természetesen SATA 3, 6 gigabájtos átviteli sebesség, ami érdekessége neki, hogy hivatalos adatok szerint, nézem, hogy a hátlapján van-e valami feltüntetve, de nem látom, 550 a olvasás és 525 az írási sebessége, természetesen megabájt per szekundom, úgyhogy kíváncsi leszek rá. Egy ház
házszázas korszer hűtő lesz, de hát hogy mire, ezt majd mindjárt megnézzük, ugye, mert ez az érdekességhez ez is hozzátartozik. Hát ugye ez, gondolom láttátok már, ez ilyen kettős duáradis technika, viszonylag jól és könnyen, gyorsan összepattintható ezzel a korszerházzal. A korszerháznak egyébként a tetején van egy nagyon okos kis foglalat, hogy egyből oda be lehet ezt rakni, nem kell sokat szarakodni vele, most az nem volt kedvem. Ami érdekesség az az, hogy lesz 16 GB RAM, annyit elárulok, hogy ugye ez már quad channel, tehát nagyjából tudhatjátok, hogy mi is lesz a gépbe. Igen, igen, nem árulok el újdonságot, egy, talán az alaplapból is lehet látni, ez már a 2011-es foglalatú Sandy Bridge Extreme, kicsit köhögök, bocsánat, és tulajdonképpen ez az 1866 MHz-es CL9-es, tehát nem a legjobb időzítésű, de piros színű RAM-ok. Meg is nézhetjük gyorsan. Majd kicsit később, most így egy kézzel nehéz. Aztán, ugye milyen proci? Milyen proci? A procira a válasz, hát ezt nem tudom, nem fogjátok itt látni. Az egy tulajdonképpen egy 3930-as. Talán átmegy. Így van. 3930K. És ez lesz ugye, ez már az, direkt ki akartam várni a C2-es steppinget, azok meg is jött egy pár héttel ezelőtt, már lehetett kapni. A 3960 Extreme-nek sok értelme nincsen, azon kívül, hogy még majdnem 100-120 ezer forintot többe kerül, teljesítményben ez ugyanoda fölhúzható, és a cache miatt elvileg ebben kicsit kevesebb a cache, 12, meg a másikba ugye 15, a 3960-ba, de többek szerint jobban melegszik, kevésbé az visszahúzza a tuningba. Hát meglátjuk. Ami érdekesség az az alaplap. Ez egy Rampage 4 formula, Asus természetesen, ahogy látjátok, Battlefield Edition-nel. Ami ennek az alaplapnak a lényege az az, hogy szinte majdnem ugyanaz, mint a Rampage 4 Extreme, de ez normál ATX-es méret, úgyhogy az Rampage, az Extreme változat, a Rampage 4 Extreme az picit hosszabb, ezért ilyen normál vagy kisebb házakban annyira az nem szerencsés, ide is elvileg bepasszírozható egy ATX-es méret, foglalat, de bonyolult. Úgyhogy inkább azt mondtam, jó lesz nekem egy ilyen. Ennek mondjuk előnye az az, hogy nincs rajta extra venti, tehát csöndesebb lesz a lap. Tuningba azt mondták, hogy, vagy azt írják a tesztek, hogy annyira nem rossz. Nem marad el olyan szinten a nagy tesótól, hogy fájdalmas lenne. Viszont ami nagyon nagy előnye, na várjatok egy pillanat, ezt ki is kapjuk. Alaposabban. Na, szóval alaplap. Úgy néz ki, hogy erre rá is tesszik. Szóval, amit érdekesség az alaplapnak, és nekem nagyon tetszett, az a integrált, hát, megint nehezen lehet kivenni, Supreme FX 3-as. Nagyon jó minőségű hangkártya, érdemes a teszteket elolvasni. Tehát egy hangkártyányi helyet spórolok. Ugye az összes többi hangkártya az
ami általában lapokon van, az elég gyenge. Erről nagyon jókat írnak. Teljes értékű 4 darab PCI Express foglalat, tehát esetleg későbbiekben lehet akár quad crosswire-ezni, ugye 4-szeres SSD vagy 4-szeres crosswire-be. Mondjuk rövid távon ilyen igényeim nem lesznek. Ugye amit szép az az, hogy hát vagy legalábbis pontosabban nem szép, de nekem bőven elég. 4 darab RAM-ot lehet berakni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezek féltem, hogy egy kicsit olyan pirosasak lesznek, de hál' Istennek ezek a RAM-ok olyan metál pirosnak tűnnek, ami csoda szép lesz a ballabba, úgy gondolom. Igen, sajnos a fényviszonyok elég szarok, de ez az a tipikus metál piros, amire a kocsikat szokták fújni. Úgyhogy szépen meg is nézzük, hogy hogy áll mondjuk itt egy ilyen. Bal kézzel nem vagyok a legjobb. Igen, tehát köbben ilyen lesz a RAM színvilágát tekintve. Nézzük meg a hátoldal az alaplapnak. Láthatjátok, van egy jó pár USB 3-as, egész pontosan 4, USB 2-esből is van, vagy 5. Van jó újraindító, ugye CMOS reset, meg állítólag itt ez a hangkártyához vezető rész, ez itt pirosan fog világítani. Hát látható, hogy a CPU foglalat az hatalmas. Úgyhogy tehát ebbe fog bekerülni a kis procika, a 3930-as. Kiegészítésképp vettem egy Blu-ray írót, Pioneer. Ez is, nézzük meg, nagyon jókat írtak róla. Ami érdekessége már, hogy Blu-ray lemezeket 12-szeresen tud írni, ami már azért egy határozottabban elfogadható tempó. Úgyhogy ezt már megnézzük, most már azért lassan oda jutunk, hogy a Blu-ray lemezeket érdemes is megvenni. Nézzük meg, hogy néz ki a maga az író. Csomagoltak hozzá valami szoftvert is. Ja. Media Suite, nem annyira izgalmas. Na, kaptam, tessék gyerekek, egyből egy 25 gigás Blu-ray lemezt. Már ment is rá egy-két film. És hát itt az író. Wow, szép. Szép, letisztult, pioneer-es. Megnézzük, lehúzzuk róla ezt a védőfóliát. Na, hát ez csodaszép. Nem az az LG-féle telematricázott műanyag, hanem egy igényes, szép előlap. Úgyhogy, hát egyébként nagyon más, mit mondjak. Ja. Tökéletes. És végül, de nem utolsó sorban, kipróbáljuk ezt a Corsair M60-as gamer egeret, aminek egyből itt a bal oldalán van egy jó kis sniper gomb. Ugye fejlövész, céllövész. Megnézzük majd a Battlefieldbe, hogy megy. Amit érdemes róla tudni, hogy metál az alja, vannak ugyanilyen súlykorongok, és ha jól látom, így van, itt írja, hogy 5700-as DPI, oldalsó sniper button, ami mondjuk egyébként egy okos dolog, mert sokszor a jobb egérgomb ugye az, amit használunk célzáshoz, de nem mindig a legszerencsésebb. Jó, kíváncsi vagyok egy ilyen jól elhelyezett oldalsó gombbal, milyen lehet a célzás. Igen, a súlyt itt lehet módosítani, alumínium frame, vagy a keret, és elég nagy gyorsulást tud igazából lekezelni. És láthatjátok, szép fém tényleg az alja, eleje, hátulja.
ígéretesnek tűnik. Na és hát végezetül, mielőtt azt mondanátok, hogy csak ennyi, hát igen, csak ennyi, de még előtte egy nehéz dolog itt várt ránk, és ez pedig nem más, mint a tápegység. Ez a Seasonic-nek a Platinum sorozata, és abból egy szerény kis 1000 wattos tápegység. Úgyhogy erről eszméletlen jókat lehet olvasni. Drága, azt az elsőleges helyen. Viszont, ami itt egy jobb pofa dolog, az az, hogy azon kívül, hogy láthatjátok, hogy ott vannak a különböző kategóriák, a 80 plusz, bronze, silver, gold, és hát a platinum a legutolsó kategória, különböző hatásfokokat tekintve. Amit érdemes tudni, én nekem legalábbis ez, ami a leginkább érdekelt, ez a hibrid technológia a ventilátor kezelés tekintetében, ugyanis amit ez tud, az számomra egy új dolog. Talán emlékeztek, előtte egy 1200-as Corsair-em volt. Nem volt rossz táp, egyébként a Corsair sem, de valahogy úgy nem dobtam magam hanyatt tőle, úgy külsőleg, és annyira nem is volt nekem csendes, ezt azért érdemes hozzátenni. Nem tűnt eszméletlenül csöndesnek. Itt látjátok a total output 1000 watt, a 12 voltos ágon majdnem 1000 wattot ki tud adni. Úgyhogy nagyon jókat írnak róla. Ami érdekesség, hogy a ventiről láthatjátok, hogy ez egy nagyon márkás Sanyo Denki ventilátor. És ami érdekesség itt, talán ebbe a táblázatba, ez a hibrid technológiához kapcsolódik, ugyanis amíg nem éri el a 30%-os terhelést, tápegység, addig be se kapcsol a venti. Van kimondottan egy kapcsológomb, hogyha valaki ezt szeretné, akkor bekapcsolja, 30 fokig a tápegység, 30%-os terhelésig a tápegység nem kapcsolja be a ventilátort. Tehát ez azt jelenti, hogy 1000 wattnál mondjuk 300 wattig, tehát mondjuk amikor asztali internetezés és egyéb alap dolgokat művel az ember, a ventilátor nem megy. Majd aztán látjátok, hogy ha 50%-os terhelés, tehát 500 wattot elér, akkor 16 decibellel fog a ventilátor pörögni, illetve hát valójában, hogyha utána elindítjuk komolyabban a terhelést, akkor kapcsolja be a ventilátort aktívabban. Hát az ugye leginkább játék alatt lesz, úgyhogy ott meg annyira nem zavar. Na, egyelőre ennyit az összefoglalóról. Elkezdem a szerelést, aztán folyamatosan csinálok egy-két képet és videót, és majd természetesen bemutatom a végső állapoton. Még annyit, hogy tudjátok, hogy volt a 3 darab Dell monitor, az át lett cserélve egy 30 colos, azok 24-esek voltak, egy 30 colos Dell U3011-es, 2560x1600-as felbontás, tehát stratégiai játékokhoz eszméletlen. Tényleg, ez a felbontás 2560x1600 stratégiai játékokhoz félelmetesen jó. Viszont beszereztem egy Samsung 32 szolos LED TV-t, ez a D6510-es típuszám. Nézzétek meg, milyen vékony. Fehér szín. És hát ami szép, ami jó benne, az az, hogy ez nem csak simán egy LED TV, hanem ez egy 3D-s LED TV. Láthatjátok hozzá szemüvegeket. És azt kell mondjam, hogy konzolozni, filmezni eszméletlen jó a minősége. Egyelőre most tesztelni akarom, hogy irodai munkára is jó-e. Azzal kapcsolatban annak fenntartása, mert látjátok, ez ilyen tükröződő képernyős, tehát nem vagyok benne biztos, hogy fél méterről ülve internetezni irodai munkára jó lehet. Kitaláljuk,
hogy melyik marad, milyen felállásban hogy lesznek. Azt mondjuk buli, hogy a színe, látjátok, fehér, csodásan passzol a házhoz, de jól passzol a fekete is. Úgyhogy meglátjuk, hogy melyik milyen. Ennek nagyon jó a frissítés ideje, ugye a Samsung TV-nek képfrissítés, az elvileg a dobozán azt írják, hogy 200 MHz-es, de tulajdonképpen 400 MHz-ről is már láttam több helyen információt. És hát amit kell tudni róla az az, hogy tényleg nagyon gyors. A Dell teljesen más változat, az annyira nem gyors. Tehát FPS-ekben egy picit lehet érezni, hogy van egy mackósága. De hát nem lehet összehasonlítani a kettőt, mindegyik másra jó. Úgyhogy egyelőre ennyit röviden, nekiállunk szerelni, aztán jelentkezek majd a fejleményekkel. Addig is mindenkinek minden jót, üdvözöl titeket, Nakos Cimbora. Sziasztok!